Hello, már ennyi az idő? Hát akkor egy pillanat, még megigazítok valamit ezen a zsákon. A gyerekek nagyon-nagyon keményen szétütik. Aztán délután edzés van, úgyhogy előtte ennek jónak kell lenni, aztán kezdhetjük. Akkor menjünk befele, fiúk. Hát ez az én otthonom. Itt alszom, itt van a családom, fantasztikus családom, és megmutatnám azt a fantasztikus szentélyt, ahol már eltávozott, de még sokan közöttünk vannak, hatalmas nagy magyar géniuszoknak az emléktárgyait őrzöm. Zuglóban laktunk, és hát hosszú időn keresztül laktam, hát csöveztem igazából a Városligetben, nekem az volt az otthonom. Én valamiért nagyon szerettem azt a milliót, tehát ott volt az a gyönyörű Városligeti tó. Ahogy aztán később megtudtam, ott volt a Európa első műjégpályája, ami gyönyörű volt. És mögötte volt azért klasszikus, hát csodálatos életemnek a középpontja, a cirkusz. A fővárosi nagy cirkusz, aminek egy olyan mikroklímája volt, amit azóta sem, soha sehol nem tapasztaltam, és én ezt imádtam, hogy ott megismerkedtem olasz késdobálókkal, német rúdugrókkal, tehát hihetetlen itt orosz bohócokkal, fantasztikus orosz bohócokkal. Most azok, amikor ugye lement a porondon a szereplés, akkor ott mellette volt egy kocsma, cirkuszsörözőnek hívták. Hát ott töltötték az idejüket ezek az artisták. Ez gyakorlatilag ilyen napon nyitva volt. Hát én is egy kisgyerekként, tehát amíg el nem aludtam, addig ott ezeknek hallgattam a fantasztikus történeteit. És hát igazából úgy nőttem föl, hogy nagyon-nagyon alvilági emberek között, és fantasztikus, zseniális művészek között. Aztán volt a másik oldal, akikkel meg szintén jó barátság voltam, a külföldről érkezett családos artisták, akik meg ilyen kisgyerekként befogadtak és adtak enni, inni. Sokszor aludtam ilyen cirkuszkocsikba. Úgyhogy tényleg egy ilyen, mint a Tarzan, egy kicsit olyan életet éltem ebbe a alvilági cirkuszvilági dzsungelbe. Ott a késdobáló mellett a késsel pénzkereső gangsterig mindenki egy asztalnál ült, és én abban nevelkedtem. És hát meg is kellett járjam a magam útját. Mondták, hogy menjek el a közértbe, azt lopjak el, ami a kezem ügyébe esik. És akkor mentem egy közértbe, és hát elhoztuk csokoládékat, mindent. Aztán hiába vették észre, hát olyan gyorsan futottam. És hát sokat üldözték is ezeket a fiúkat, meg minket a rendőrök. De hát mivel elég jó kondícióban és elég jó állapotban lévő bandára volt, szóval nem nagyon sikerült eredményt elérni velük szembe. De futott mindenki, amire látott. És hát ugye ez egy nagy gyűrű volt, és én nekem fantasztikus szerencsém volt, és kifutottam a gyűrűn keresztül. És ott van egy templom a Szondi utcában, és hát futottam ide a nyúl, és becsapottam ebbe a templomba. És hát ott magamra hoztam a kaput, és hát ott lapultam. És hát jött az atya, és hát te mit csinálsz itt, fiam? Mondom, menekülök. És nem sok idő után eljutottak oda aztán a rendőrök, kérdezték tőle, hogy hát ez ma is csak könyvbe lábad a szemem, hogy egy pap, aki az igazságot hirdeti, az azt mondta, hogy itt nincs senki, nem jött ide be senki. És gyakorlatilag ott fordult az én életem. Ott majdnem azt gondolom 180 fokot, és hát szerintem Isten kezébe vett és megmarkolta a bundámat, hogy elég volt ebből. Ez a pap nem engedte el többet a nyakamat, és beírattak ott egy iskolába, el is végeztem. És hát azért visszajártam én, tehát azért nem múlt el belőlem ez a fantasztikus
honvágya a liget iránt, és visszaállt a ligetbe. De akkor már iskolásként sportolónak fogadtak be, tehát elég jó alkatú fickó voltam, tehát ott a testnevelő tanár az engem befogott különböző sportokra, és én mindenkit megvertem. Távolugrásban a legmagasabb, a legmesszebb leugrottam. Kézilabdáztunk a legtöbb gólt. Tehát igazából ott indult el szerintem az én irányom, ami aztán meg is maradt egészen 25 éven keresztül körülbelül, vagy meg talán több időt is, hogy én sportoló lettem. Kiürült a pálya, és én bementem a pályára, és hogy nem, a tribün alatt találtam egy korcsolyát. És onnantól kezdve engem minden nap, amikor kinyitott a műjég, nem érdekelt semmi, csak be a jégre, és ott korcsázni akartam. És reggel hajnalban 6 órakor kezdtek ezek a gyors korcsolyázók, és ott köröztek. A jégen nem voltak még közönség, és oda bementem egy ilyen emberhez, és mondtam, hogy én szeretnék itt sportolni. Úgyhogy én még abban a szezonban, nem tette egy hónap szerintem, én úgy korcsáztam, hogy ilyen 6 méteres padokat, 6 méter távolságokat ugráltam át fél lábon, mert hihetetlen miket tudtam csinálni. Tehát napi 8 órát voltam a jégen, vagy tehát hihetetlen volt. Többet voltam a jégen, mint cipőben. És akkor volt egyszer egy elkerített rész, nagy tömeg volt, minden ott cirkáltunk, borzasztóan jól korcsáztam, imádtam is. És egy elkerített rész volt, ahol kevesen volt, akivel bementem, és ott ilyen nagy mutatványokat fékeztem, kanadai fék fordulás. És kiderült, hogy egy ilyen toborzó van, a hokistákat toboroztak a Fradina. Én abban az évben bekerültem a ifi csapatukba, és bajnokságot nyertem, és abban az évben én lettem a gól király. A következő évben pedig már játszottam az első csapatba, és az első csapatba 14 évesen kerültem. Bajnok lettem a nagy csapattal az első évemben. De úgy, hogy abban a csapatban kétszeres, háromszoros főiskolai világbajnokok játszottak nálam 15 évvel, 10 évvel idősebbek, akik világkűrűs jégkorongozók voltak, amint később kiderült. Tehát akkor a jégkorong borzasztó magas szinten állt Magyarországon, olimpián negyedikek voltunk például. Annyi ember nézte, ott csináltak ilyen tribünöket, tehát 10 000 ember volt ilyen hordozható tribünökön a pálya szélén, és a Városligeti hídon annyian álltak, hogy majdnem leszakadt a híd egy meccsen. És én ott én 14 és fél évesen gyakorlatilag lőttem a gólokat. A világ Európa válogatott kapusnak gújtották, hogy doktor Hircsák, az egy másik klubba játszott. És én abban az évben bekerültem a válogatottba. Tehát a karrierem gyakorlatilag fantasztikusan beindult, nem szédültem meg tőle, de az Úr vezette tovább is az életemet, mert azon az első barátkozós ilyen bajnok, ki győzelmet ünneplő bandába, akik bementek a belvárosba, akkor láttam én először a belvárosot, hogy csillog-villog az opera, hogy jutottunk beljebb a Váci utca, hát ezeket én soha nem láttam. És ezen az első alkalom egy Paradizó nevű bárba, soha nem fogom elfelejteni, mert ez a társaság megünnepelni ezt a győzelmet. És akkor ott a nagy mulatozás közben én csak ámultam, ilyen kanári madarak ugráltak a kalitkákból, meg volt világítva alulról a táncparket. Hihetetlen, van, mint hogy átkerültem volna egy másik világba. És akkor bejött egy társaság, akik jó barátság voltak ezekkel az én sportásaimmal, és a Puskás öcsi, mint később kiderült, ő volt ennek a társadalomnak a vezetője. És akkor ismertem meg én őt, illetve ő ismert meg engem. Hát én azt sem tudtam, hogy mit szóljak. A Puskás akkor egy szent ember volt. Tehát ő volt a magyar
vagy a mitológián, tehát egy mitológiai hős volt, tehát egyszerűen imádták. A Népstadionban 80-100 ezer ember járkált ki miatta. És ez az ember nagyon megszeretett engem, és ebben az az érdekes, hogy akkor én ugye hát nagyon jó utcai verekedő voltam, abban nőttem fel, mondta nekem, hogy kisfiam, te rád számítok mindenképpen, te leszel az én testőröm. A karrierem tulajdonképpen annyira azt lehet mondani, hogy teljesen a csúcson fejeződött be. Nyertem 6 magyar bajnokságot, nyertem 4 magyar köztársasági kupát, a válogatottban játszottam 15 évig a magyar válogatottban, tehát a címeres mezben. Kis stadion, amikor megépítették, hogy ne a műjégen legyen egy saját stadionja. És az avató ünnepségen, a Szepesi, ugye azt mondják, hogy az aranycsapat 12. embere, az volt a nagy speaker, ugye ő ordította bele az éterbe, hogy és a kis stadion, a magyar hoki templom első gólját Simon lőtte, és az a gól látszik egy nagyon érdekes fekete-fehér kopján. Magyar ellentámadás és micsoda kihagyott gólhelyzet volt. Aztán Simonnál van a korong, elhúlt a kapus mellett, lő és gól! Ez amire még ugye azt gondolom, hogy büszke vagyok. Büszke lehetek Prágában is, és Pilsenben volt a világbajnokság Csehszlovákiában. Döntő a románokkal lett volna, akiket mi 10 meccsből 10-szer, ilyen 5-6 gólokkal, meg motorokkal 10-szer megvertünk. És aznap minket egy ilyen kommunista vezetők, hát minden abban az időben mindig ilyen párt emberek vitték a sportolókat külföldre, és elvitt minket egy, ugye Pilsenben voltunk, hát hova vigyen, elvitt minket egy ilyen kohóba, ahol ilyen vas kohászat volt, amikor este az életünk meccsét játszottuk a világbajnoki címér. A B csoportos világbajnoki címér. Hát elfogyott belőlünk minden erő szerintem. Visszamentük a hotelba, már éppen annyi időnk maradt csak, hogy elmenjünk, együnk egy pár falatot. Be a buszba, ki a pályára, és hát azon a meccsen is ugye mentünk 2-0, mind a 2 gólt a Simon Laci lőtte. De aztán utána elfogytunk, és kikaptunk a szemet 2-re, így egy ezüstérem jutott. Ez egy nagyon durva játék, hát egy boxoló is vagyok, de hát a boxot, hogyha 10-re beszorzod, akkor van körülbelül olyan veszélye, mint a korongnak. Mész 60 km-es sebességgel, jön 200-al a korong, ami kőkemény, érted, a botok borzasztó kemények. Hát annyi forradás van a fejemen, amennyiből egy verzacsa öltőt meg lehetne varni. Annyi öltés. Egy ilyen bodycheck-nél a saját botomra felszúrtak. Beakadt a bot a parágba, és hátulra megtoltak. És eltört a bot, de szétvágta a hasamat. És akkor összeöltötték vagy 10 öltéssel, ami nálunk nem volt egy nagy szám. És én hát mit tudom, hogy beforrott a sebünk. Már mentem is a jégre. Annyira hazavágtam magam, hogy a végén már lefogytam egy 10 nem tudom hány kilót, és bementem a sportkorházba, és a labor orvosa volt egy műkorcsolyázó, a Nagy László doktor, az volt a főnök a laborban, orvos, aki a nagy testvérpár, ezek Európa bajnok, meg nem is tudom, olimpiai, nem tudom, helyezett, világsztárok voltak, a nagy testvérpár, és abból a fiú jól ismert engem, mert sokat utaztunk, ugye működésük együtt, és az azt mondta, gyere be, te úgy nézek ki, mint már meghaltam a fejér, hogy csinálunk egy laborvizsgát. Kiderült, hogy föl van repedve a májam. És mondtam, hogy mit letezett el? Aztán semmit nem lehetett tenni. Vagy meggyógyul, vagy nem. Mondtam magamban, hogy nem, hogy járni fogok tudni, hanem én a legjobb leszek újból. A Kásár Zolival feküdtünk egy szobába, aki ugyanígy a Fradiba játszott, az a világ legjobb játékosának az apukája, aki balkezes volt a Zoli. A leggyorsabb úszó volt a Fradiba, de volt 39 fok láza.
és nem nézték el neki, hanem azt mondták, hát te vagy a leggyorsabb, ússzál, nem számított, hogy mi baja lesz, és kapott egy szívburokgyulladást, ő is majdnem meghalt. És ott ketten küzdöttünk az életünkért. Ketten küzdöttünk ketten. Hát olyan 3 hónapon keresztül. Éjjel, mikor lecsendesedett mindent, tudod, kimentünk. Hát azt nem tudom elmondani neked, 200 métert gyalogolni, akkor az annyi volt, mint a most megmásztam a Mont Everest. Lefizettük ettől az ottani úszómestert, aki kinyitotta nekünk az úszodát, és ott ilyen 25 méteres medencébe. Az életem első nagy teljesítménye akkor, azok után, hogy 15 éve válogatott a sportoltam, 2 sportágban jött a bajnok, hogy át tudtunk úszni a másik partra. És onnan elindult a rehabilitáció. Úgyhogy én a következő szezonban, amikor lemondtak az életemről, én még nyertem egy magyar bajnokságot. Visszakerültem a magyar válogatottba. Én azt gondolom, hogy a sporthoz a legfontosabb nem a külső segítség, hanem a belső motiváció. Tehát megnyertem ezt a magyar bajnokságot, és amikor ugye, teljesen úgy volt, hogy minden megy tovább, mint ami se történt volna, és az abszolút csúcson leadtam a szerelésemet, és azt mondtam, hogy köszönöm, nem hagytette senki. És az volt nekem az életem egyik legnagyobb győzelme, hogy legyőztem a halált, legyőztem a sikert, legyőztem a nagy tapsvihart, az együttfényképezést, és azt mondta, hogy nem, én befejezem, és egy új életet akarok kezdeni. Hát igen, a hokinak aztán úgy vége szakadt, és akkor ugye hát az életemnek nem hál' Istennek. És ezért tovább kellett gondolni, hogy hogyan tovább. Hát nagyon sokszor voltam olyan mélyen, ahonnan emberi erőre szinte nem is lehet visszatérni. Ez nekem mindig Isten volt, akiben ma is hiszem, és tudom, hogy neki köszönhetem, és hogy akivel én mindig minden bajból eddig is visszajöttem, és ezután is vissza fog jönni. Ezért itt van a karomon, nekem ide az van írva, hogy nem, adom fel. A hoki mellett természetesen a ligetből kiindulva automatikus lehetett, hogy ökölharcos vagyok, mert az anélkül ott nem lehetett megélni, mert küzdj, harcolj, essel, vagy te fogsz győzni, hanem akkor levernek mindom a kapuharat. És hát sokszor le is vertek, ezzel nincs mit szégyelni, de a box az arra tanít meg, hát a box nagyon sok mindenre megtanít. Engem arra tanított meg legelső sorban, hogy hát soha nem adom fel, tehát bármikor. Tehát az igazi harcos tűnik az jellemző, hogy soha nem marad a földön. És régen az úgy is volt a box klubokban is, ma már nem, sajnos, én azt gondolom, hogy sajnos, hogy akármilyen technikás, vagy akármilyen jó, könnyű lábú, vagy akármilyen gyönyörűen iskolázó, ha nincs meg benned az a fajta elszántság, érted? Hogy soha nem adod fel, nem leszel nagy bajnok. Azon az első alkalommal, amikor én oda lekeveredtem, engem úgy megverettek a legjobb boxolóval, hogy én mikor hazamentem, anyám nem ismert meg, érted? Nem, a szemeim be voltak dagadva, nem láttam, vak voltam. Csulom dagadás volt. Úgy összevertek, érted, hogy azt nem tudom, soha többet nem vertek úgy össze az életemben. Kerültem nehéz helyzetekbe sokszor. De akkor az volt a módi, hogy ha ezek után valaki visszamegy, akkor abból lehet, hogy lesz boxoló. És én visszamentem. Nem lettem olimpiai bajnok, tudod, de nem hiszem, hogy azért, mert nem voltam elég tehetséges hozzá, mert én nagyon, szerintem nagyon boxoló voltam, vagyok ma is. Tanítok is boxot, sőt az első magyar profi boxoló a Gálfi Andisnak én segítettem szerintem a legtöbbet. Igazából egy egyszerű kis
utcegyenek volt, lehet így mondani. És eldöntötte azt, hogy igenis ő világbajnok lesz boxba. Tehát nincsen lehetetlen, csak tehetetlen, ma is ezt gondolom. És ezek a nagy bizonyságok arra, hogy ez a fickó másfél év alatt, jó, a Laci bá, a pap Laci bá is segített, nekem egy barátom is. Tehát összeadtunk mindent, energiákat itt az edzőtermemben, fönn a Szabadsághegyen, a amatőr boxtáborban. És ez a gyerek, amikor eljött az ideje, az élet engem egy olyan helyzetbe hozott, hogy a Hilton szálloda örült, hogy odaadhatja a termét, a legnagyobb reklámot neki, és ott boxolt az az én, a mi általunk nevelt kisgyerek, és megnyerte a világbajnoki övet. Én azt gondolom, hogy az én életem nincs mit szégyenni rajta, ezért most már 86 évet megéltem, és ma is azért edzek 4-5-öt egy héten. És hát a box az egy olyan érdekes dolgot az életemben, tehát elindultam ezen a kis zuglói úton, és hát visszamentem szétverve, szétzúzva, és hát jó boxoló voltam csapatbajnokságon, nem nagyon tudtak nyerni ellenem, tehát nagyon nagy ütő voltam, nem voltam egy, de azt nem nagyon szerettem, hogy engem szétvernek. Többször tört el az orrom a jégkorongba, mint a boxban, de nagyon érdekes. Mert nagyon szépen ilyen messziről vívó. Tehát én inkább én azt gondolom a boxról, hogy az egy olyan játék, mint maga az egész élet. Tehát kell benne a nagy akaraterő, kell benne a harcosság, kell benne a tűz, kell benne a stratégia, kell benne az előrelátás, mint a sakkban. Itt van két ember, aki bármit mond, hogy én nagyon szeretlek téged, meg minden, de így is van, mert a másik. De mind a kettő csak azért megy be, hogy nyerjen. Tehát ennél tisztább, ennél sterilebb, becsületesebb dolog nincsen. Ezt a legjobban leképezni abban a 16 kötél közötti hadszintéren lehet. És az Adler Zsiga bácsi, aki ugye a magyar boxpápa, nem a magyar, a világ boxpápája, hisz mit tudom, 8 olimpiai érem fűződik a nevéhez. És hát fantasztikus, zseniális ember volt az én nagyfiamnak a keresztapja különben, tehát nem a újságból ismerem, nekem is mesterem volt, meg öreg jó, atya jó barátom. Hát ő is fantasztikus, tehát ő is mindig a boxról úgy beszélt, hogy a box az adja meg az életnek az értelmét. És aki boxolóként eltöltött egy valamennyi időt a ringben, nem kell annak olimpiai, mint ahogy én nem lettem olimpiai bajnok, vagy világbajnok, de az egész jellemem, az egész stratégiai tervezésem azért nagyjából a ringből ered. És ma is ringbe szállok, nagyon értben tegnap voltam az Újpestbe kesztyűzgetni. Itt tudod azt, hogy a másik azért arra törekszik, hogy azért becsapjon, és egy jót becsapjon igazából. De a végén utána együtt mentek a zuhanyzóba, iszunk utána egy sör, és én azt gondolom, hogy ez lenne az igazi szép, tiszta élet, ami nem azt jelenti, amit ma gondolnak, hogy ülök és nyomkodom a gépeket, hanem abban van egy kis fizikai munka, tehát a box az ilyen. De azt gondolom, hogy a box nekem megmaradt az egész életemre. A jégkorunk már nem. Tehát ringben, mikor vége van a meccsnek, az egyik lehet, hogy fekszik a földön, lehet, hogy a másiknak emelik a kezét, vagy fordítva. De a végén mind a kettő egymáshoz oda megy, és kezet fognak. Tehát megbecsülik a győztes, a vesztes, a vesztes, a győztes. Az élet nem ilyen. A vesztes az, mintha nem is lett volna soha, érted? Ez legyen a filmszakma, legyen a pénzvilág, legyen a sport. De a sportban látszik a legjobban, ott lehet ezt látni, mert hát keresd meg azokat a bajnokokat, akik annyi dicsőséget hoztak, de nem csak annyi, de hát ha úgy vesszük, hogy vagy 300-szor eljátszották miattunk a magyar himnuszt különböző országokban. Hát mégis ott nem én a Simon V. László voltam, hanem egy magyar.
És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen is mindig, aki a magyar címet, a magyar lobogót, a magyar himnuszt megmutassa a világnak. Mert hát a Trianon is jó példa rá, ennél nagyobb igazságtalanság nem történt a Földön. Nem voltunk mi. Tehát olyan ez, mint valakit leütnek a ringbe, és azt hirdetik meg győztesnek. Úgyhogy boxolok, amíg a világ. Nekem ez az igazi nagy mulatság, tudod, hogy azt mondják, igen. És ezért fáj esetleg, hogyha nem kapod meg azt az elismerést, ami mondjuk szerintem járna. A kis stadion, meg a box stadion igazából a kis sportcsarnok, ahol a CB meccsek voltak, a box. És ott volt a másik épületben, tőle 50 méterre, a képes sportnak a szerkesztősége. És egyszer ott főkandikátom, mi is van itt, és akkor bementem, mit keresette itt. És ott láttam, ott a sűrőnek, forognak, ott a fotókat, ott hívják elő, minden, hát ez a képes sport, amiben én, mint címlap nem is egyszer szerepeltem. Megírtak róla. És akkor jött az ötlet, hogy hát én is szívesen, és egyszer oda mentem, és azt mondtam, hogy hát én már nem sportolok, de hát értek hozzá, hogy nem lehetne itt valamit inaskodnom. Elég ritka ebben a szakmában, hogy én sportolóból, tehát aki nagy bajnok volt, abból zsurnalista legyen. Ez nagyon ritka, még ma is. És ott nagyon-nagyon-nagyon nagy segítséget kaptam, ez az igazság, egy Peter Dipál nevű újságírótól, aki egy zseniális ember volt, könyveket írt, tévés is volt. És sportolóként kezdett el, egy vérből valók voltunk, vízilabdás volt, egy nagyon kemény vízilabdás, és ő ugye az egyvérből valóság alapján segített nekem, nagyon nagy újságíró volt. Egyszer csak látom, hogy egy ilyen nagyon nagy oldalt valószínűleg a szerkesztési okok miatt nagyon nagy teret kaptam, és egy hatalmas cikkem vele került az újságba, és alatta ott volt a neve. És ez annyira megváltoztatott mindent, tehát egyszerűen úgy döntöttem, hogy ez az én utam, tehát nekem ott marad a nevem, tehát a nevem, ami eddig, amiről, tehát rólam írtak az újságban, most én vagyok, aki írok az újságban, tehát maradok ott, ahol vagyok, csak egy másik szerepkörbe. És ezen az úton elindultam, nem volt könnyű, pontosan olyan a nehéz óta, még nehezebb, mint a sport. Nekem egy nagy előnyöm volt, amit el kell mondjak, és ez nagyon fontos, hogy mivel én élsportoló voltam, tehát engem borzasztóan tisztelt az egyvérből való szakma. Tehát mikor kiderült, hogy mondjuk jött ide egy Davis Cup a világhírű teniszező, vagy mondjuk jött egy Forma 1-es versenyző, mint a Ayrton Senna. Most annak elmondták, hogy az a riporter, aki beszélgetni akar vele, az maga is nagy bajnok, tehát világhírű sportoló. Az egyvérből valóság elve alapján szívesen beszélgetett velem. És így nagyon sok olyan embernek a közelébe jutottam, akinek egy újságról nem jutott volna közelébe. Mivel ő olyan témákat hoztam, amit más nem tudott hozni, ezért kénytelenek voltak engem használni. És aztán utána hát nem akartam megállni, tehát nem akartam újságíró lenni, hanem mi az, amit tovább lehet vinni. És akkor indult a televíziózás. A rádióban nagyon sok jó, nem nagyon sok, de egy-két jó műsor volt, például a Táska Rádió, ami akkor a leghíresebb műsor volt, a Szilágyi János csinálta. Azt a 3 millió ember hallgatta minden hétvégén. Ralisztam is, tehát autóversenyeken is indultam. És volt egy ilyen újságíró, Interpress-nak hívták, és ugye a Szilágyi Janina imádta ezt a sportot, és ugye ismert jól engem. És akkor nekem volt egy tök jó autó, beült mellém, és akkor elmentek ezen a versenyre, és együtt voltunk 2 napig. Nemzetközi verseny volt, amit aztán meg is nyertünk. És én meg sok érdekes dolgot meséltem ott az ott a 2 napon.
neki, és akkor mondta, hogy hát figyelj, ha van kedved, akkor dolgozhatsz a táskarádióban. Hát ez olyan dolgot nem is tudom, mint hogyha most kineveznének a jobb, mint Amerika elnökének. Tehát nagyon dolog volt a szakmában. És attól kezdve minden héten 10-15 percet a sportról, sportolókról, és hát nagyon jó anyagokat vittem, híres embereket, és akkor nagyon, hát nem fogadtak be soha szakmába, de annyira jó dolgokat csináltam, hogy nem tudtak vele mit kezdeni. A televíziózás első embere a sportvilágban. Vele úgy, az is egy megint egy érdekes dolog, hogy a Vitrai ugyanabban az iskolába járt, amiben én. Akkor ugye nem találkoztunk, de amikor én válogatott sportoló voltam, akkor ő már riporter volt, és járt velünk külföldre, túrákra, és ő, hát riporterként jó, sokszor azért, hát azért pajkos vicceket elsütöttük vele, tehát azért nem nagyon volt ott ilyen nagyon nagy menő, mint általában a szakmába, és én nagyon sokszor megvittem, mivel egy iskolába jártunk. És aztán gondoltam, hogy ezt én vissza tudom kapni tőle esetleg, úgyhogy úgy döntöttem be meg a televízióba egy pár jó ötlettel, hogy mit szól hozzá a Vitrai. Például a Tengere Magyar című sorozatot, ami ma is megnézhető a televízióban. A magyar hajók járják a világot, mikor nincs is tengerünk, érted? És akkor azt mondtam, hogy milyen érdekes portréfilmet lehetne csinálni a magyar tengerjáró hajókról, akik járják a világot, és mi nem tudunk róla. Úgyhogy igazából el is indult egy csapat, és körbe is hajóztuk a földet. Igazából az egészet én találtam, kihoztam össze, hál' Istennek a hajó voltam, és hát nagyon jó kapcsolatot építettem ki a tengerészekkel, itt van, meg is kaptam a egyenlítőn áthajózó diplomájukat, kaptam tőlük egy fantasztikus rajzot, emlékeket, és hát igazából tengerészi avattak, mert a második tiszttel csináltam végig az összes őrségét. Tehát amikor szolgálatban voltak, én fölkettem. Tehát 4 óránként szolgálatban voltam, 4 óránként pihenőbe. Tehát itt nem csak a forgatáson vettem részt, hanem tengerészként jártam végig. Hát majdnem egy föld körüli utat tulajdonképpen 40 ezer kilométer. Volt a Haló Vasárnap című műsor például, amit egy nagyon érdekes módon kaptam meg, tehát egyszerűen addig én egy ilyen kis bedolgozó voltam, amit egy meséltem az elején mindenféle, csak a jó anyagjaim miatt fogadtak el. Itt, amikor ugye rendszerváltozás volt, akkor hát a televízióban megmaradt a régi csapat, de új vezetők jöttek, akiket a fülüknél meg az orruknál fogva vezettek. És akkor engem, mint sportolót, aki már sok mindent csináltam a televízióban, megtalált az egyik ilyen újabb vezető, aki sport újságíró volt többek között előtte, ismert jól 25-30 évig, és mondta, hogy hát csinálj semleges műsort valamit. És akkor az egyik ilyen politikai műsorra, ahol összeakadtak, amivel én nem akarok politikába egyetlen, a szót is igazából nem szeretem, csak a görög megfelelőjét, hogy a polisz, tehát az igazából a városról van szó, tehát egyáltalán nem arról szó a politika, mint amit jelent. Ezért soha nem is avatkoztam se pró, se kontra bele. De ebben az esetben az egy politikai sztori volt, és egy politikai csapatot kitettek valamilyen, mert olyat csináltak. És a helyük üresen maradt egy egész emelet. És akkor én beköltöztem oda, mindenki elhagyott gyakorlatilag a régi csapatból, és egy teljesen új csapattal a semmiből felépítettünk egy vasárnap délelőtti 150 perces élőadásos műsort, saját költségvetésből, nem az államból, hanem a beáramló szponzorpénzekből, és ezt egészen addig, amíg aztán utána megint jött egy politikai változás, és abban a pillanatban, hiába volt ez egy 5,5 milliós nézettségű műsor, hiába volt ez, imádták az emberek, érted, egy magazin műsor volt, soha nem politizált sportról, irodalomról, játék, tehát igazából érdekelt az embereket, azonnal megszüntették.
Hát ez is egy fantasztikus dolog volt, de 100 adás azért lement, 100-250 perc, vagy 150 perces adás lement. Amikor a halóvasárnap megindult, azt nagyon sokan nem szerették a szakmából. Hát hogy jön ide egy sportoló, aki egész más világból érkezik. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokan kételkedtek, hogy mi lesz ebből. Lesz-e siker? Mindenki bukást jósolt. Ahhoz képest aztán ilyen cikkek jelentek meg rólunk. De a Képes Sport az akkori leghíresebb magyar újság. A borítóján ott motorozok. A Haló vasárnapnak voltam akkor már a főszerkesztő. Azt írják rólam, Simon V. László szédület, Haló vasárnap. A Haló vasárnapnak még az Aerosport is érdeklődött utána, és aztán le is adták. Haló, mi újság? Itt Puskás öcsivel állok a képen, az élő műsorban, ő egy labdát ad nekem, én pedig egy, a műsornak a díját. Ebben van leírva az, hogy 6 millió nézőt vonzott a képernyőn. Nem hiszi el senki, de itt van leírva. Itt én adom a Puskás öcsének a Magyar ATV mezét, ő pedig nekem adja a válogatottnak a labdáját, ott van az asztalon. Simon úr zöld, talpig zöldfehérben az a címe. Nem véletlen, mert a Fradinak vagyok az örökös bajnoka. Ez a Gini, amiről az előbb beszéltem, ennyivel vertük meg őket, ez több, mint másfél millió néző. Ennyivel vertük meg a többi televízió. 1200 vendégem volt a Halóvasárnapban, és hogy az általam is alapított Magyar ATV-ben, amely nem ugyanaz, mint a mostani ATV, hanem piros-fehér zöld volt a maticája, és az egy egészen más televízió volt, amelyet egy ilyen tízezes nézettségről fél év alatt 600 vendéggel fölvittünk másfél milliós nézettségre. Na, csak egy pár vendég, ugye a Haló vasárnapból Acker Bilk, ugye Eurosmith, Ayrton Senna, a minden idők legnagyobb Forma 1-es versenyzője, akkor Kim Wilde, Mésző Miklós, Marton Éva, a minden idők egyik legnagyobb operaénekese a világon, Növényi Norbert, aki olimpiát nyert birkózásban magyaroknak, ezen kívül jó barátom, 5 küzdősporton lett még világbajnok, 50 éven felül is hihetetlen, fantasztikus ember volt, akkor kit említs, Kós János, akit ugye mindenki imádott, és hát az aranycsapatból, akik éltek akkor, mikor én ezeket a műsorokat csináltam 94-es időszakban, Grosics Gyula, Puskás Öcsi, Buzánszky, Hidegkuti, hihetetlen, Cibor Zoli, fantasztikus emberek voltak nálam. Figyelj, mindenki, aki igazán számított, és hívtuk, szívesen is jött, mert jól érezte magát. Ez egy vidám műsor volt a Haló vasárnap is, és a Magyar ATV-ben meg ugyanilyen fantasztikus, vidám, jókedvű magyar műsorokat csináltuk. Bongrász Gergely, az 56-os hős, a Korvin közi hős, aki nem ment sehova, semmikor, bárhova hívták abban az időben televízióba. Hozzám eljött, mert szeretett engem, szerette ezt a bátor stílust, amit ezt a vidám stílust, még meg is kaptam tőle a Korvin közi 1956-os emlékérmet, azt is nagy szeretettel őrzöm. Hát hihetetlen, Amanda Lear, és költők, meg hát a Beatnek a föltele, ez az Alan Ginsberg, akkor a Robin Williams, ilyen emberek, tehát hihetetlen, milyen fantasztikus emberek jöttek ide. Úgyhogy itt van Klederman, ugye, aki fantasztikus, zseniális szongoraművész. A nyakában a Haló vasárnap érem, amiről annyit kell tudni, hogy minden híres vendégünk kapott egy gyönyörű érmet, aminek a szalagjára rá volt írva, hogy Haló vasárnap. Ennek mindenki annyira örült, nem tudták pontosan, hogy ez micsoda, de fantasztikusan örültek, hogy kaptak. Itt van a Brody Jani, hogy aki fantasztikusan jól érezte a Haló vasárnap logója. Harsányi Gábor is nagyon jól érezte magát. Itt van a képen, a nyakában a Haló vasárnap érme. Itt a Jimmy még mikor, még nagyon-nagyon fiatal volt, és az első nagy lemeze, aranylemez lett. Akkor itt van a Charlie. Charlie nagyon boldog, és hát nagyon szerette ezt a
műsort, a Mikroszkop színádnak a aztán később igazgatója, nagyon jó barátom volt régen, boxolt a Sas Józsi, itten éppen a Haló Vasárnap műsorban, élő adásban azzal poénkodunk, hogy adtam neki egy kesztyűt, amivel ő szépen leütött egy kivezetett jobb horgot az államra. Akkor itt van Presser Pici, nagy boldog mosolyjal a nyakába az érem. Itt az előbb említettem Magyar Zoltán, akiről a Magyar Vándort kitalálták, tornászol, mindenki tudja, hogy többször is olimpiai bajnok. Sota Irénke a Haló Vasárnap műsorában hatalmas virágcsokorral tiszteltük meg. Mindenki tudja, hogy az egyik legnagyobb, zseniális magyar színésznő volt. Akkor itt a Harlem Globetrotters, ugye, akik a kosárlabda művészek, zsenik, akik járják ma is a világot. Eljöttek a mi műsorunkba, itt is bemutatták az attrakciójukat, itt le vagyunk fényképezve Szenes Andikával, aki a műsorvezető volt. Akkor itt a Szandi, itt egy nagyon aranyos kép a Szandival. Akkor itt van a világ legerősebb embere, a Fekete Laci. Akkor aztán büszke vagyok nagyon arra, hogy a műsorunk vendége volt, ott épp nézegeti az érmét, Yehudi Menuhin, aki minden idők legnagyobb hegedűművészeként van nyilvántartva a világon. Akkor is van Boncz Géza, aki a minden idők nagy mókamestere volt, zseniális dolgokat írt. Akkor hát itt van ez egy csapatkép, amire büszke vagyok nagyon. Ez volt a Magyar ATV-nek a stáb csapata, ahol olyan riporterek vannak, mint a Besenyei Péter, akkor a Növényi Norbi. Aztán ugye nagyon fontos volt nekünk, hogy az ilyen nagy bajnokok, akik a kedvencei voltak az országnak, és gondolom még ma is kedvencei, az ötszörös világbajnok Egerszeni Krisztinával vagyunk lefényképezve, az ő környezetében, az uszodában, az ő otthonában vettük fel ezt a beszélgetést, ott ül az ölembe. Itt hát aki ma már ugye a Nemzetközi Ökölszövetség főtitkára, büszke is vagyok rá, hogy itt még a barcelonai olimpiára készült, azóta többszörös ugye olimpiai bajnok lett, világbajnok lett, profiba többszörös világbajnok, a Kokó Kovács Pista, akivel ma is jó barátságban vagyunk. És hát akkor itt ne feledkezünk a Latoya Jacksonról meg, aki a Michael Jacksonnak volt a nővére, eljött hozzánk első szóra a műsorunkba szerepelt, aztán itt van a akkori idők, de szerintem ma is mindenki ismeri a Gina Lollobrigida, a minden idők legszebb olasz világsztárja. Akkor itt van Farkas Peti, az az olimpiai bajnok, akiről mindenkinek az jut eszébe, hogy akkor megkapta az olimpiai érmét, a dobogó tetején megharapta, hogy biztos aranye. Aztán itt van a minden idők legnagyobb vízilabdázójával a képem, a Faragó Tamással, hát itt megint a Aracki Lacival vagyunk ketten, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kedves kép nekem, mert ő is nemrégen ment el, és nemrég elküldtem a feleségének, hogy egy szép emlék róla. Hát ennyit gondoltam, hogy érdemes megnézni, megmutatni. De hát sorolhatnám napestig, nem sorolom, de igazán büszkék vagyunk arra, és remélem, hogy most megint egy kicsit fel tudtuk frissíteni ezáltal ezeknek a fantasztikus géniuszoknak az emlékét, akik szerepelhettek a műsoraimban. A győzteseket tiszteld, mert a győztesek nem magukért győznek elsősorban, hanem érted. Ez a harcművészterem, ez egy muzeális értékekkel is kidíszített terem. Itt van például a magyar, a sikere halmozó magyar vízilabda legnagyobb sikereit produkáló három egymás utáni olimpiai bajnokságot nyerő csapatnak a labdája. Ezen kívül megvan az a boxkesztyű, amit a Szikora Istvántól kaptam, aki Bunyós Pityu néven egy elég ismert szórakoztató zenét éneklő, nagyon jó boxoló volt, 5 vagy 6-szoros magyar bajnok. Ő az utolsó
illetve az egyetlen olyan boxoló, aki a Tysonnal és a Lennox Lewis-zal boxol. Aztán itt van a Pap László, aki ennek az egész szentének a főszentje, a képe, amelyet Simó László barátomnak dedikált, és ott lóg mellette balra az ő kesztyűje. Akkor itt van a Kokónak, aki ugye nem kell bemutassam, már bemutattam, az a kesztyűje, amivel még én ajándékoztam meg. Aztán itt van a Madárnak a kesztyűje, aki ugye közel 30 meccset fívott úgy meg, hogy senki nem győztek le. Gedő Gyurinak ugye itt van a falamon az a kép is, amit dedikált nekem, és az a kép, amelyen az olimpiai hivatalos fotója van, a müncheni olimpia lett olimpiai bajnok. A botos testvérek, akik olimpiai érmesek, azoknak is itt van a személyemre dedikált kesztyűje, Botos Tibinek, Botos Andrisnak. Tehát ez egy olyan fantasztikus hely, ahol a magyar box, a magyar sportnak egy ilyen nagyon-nagyon kultikus helye, én úgy érzem, ahol nagyon jó energiák sugárzódnak a világban. A 26 könyvet írtam, hogy kevés vagy sok, azt igazából majd a idő fogja eldönteni, nem volt kevés nekem, azt gondolom, hogy az egész életem benne van. Tehát minden alkalmat meg kell ragadni szerintem arra, hogy elmondd, amit gondolsz, és hogyha az értékes, akkor azt mások is át tudják venni. Találtam olyan embereket, akikkel szívesen csináltam volna ilyen portréfilmeket. Ilyen volt például az Alfonso, aki egy nagyon nagy színész volt, egy zseniális színész volt. Chaplinnek volt a barátja, a Marcel Marceau, avval a pantomim zsenivel együtt szerepelt. Pankrátor volt, tehát nem csak színész, zseniális élete volt. És akkor bevittem ezt a szinopszist a televízióba, és mondták, hogy csináljon meg. És hát olyan gyönyörű lett, tehát szerintem a történet nem miattam, hanem nyilván ő miatta. És hát ennek kapcsán aztán, ugye, ha már lúd legyen kövér, meg is írtam az életrajzát, amit természetesen megint az első volt, mert se film nem készült soha erről a zseniről, se könyvet nem írt volna senki. Példakép volt, tehát akit példának lehet állítani, zsidó ember volt, és ugye fantasztikus karriert futott be, mint művész, de ugye amikor volt ez az üldözés a második világban, akkor ő borzasztó ilyen bátran segített, és ugye elvitték munkaszolgálatra, és ott is mesélt a történeteket, hogy emberek százait mentette meg, hogy leparancsolta őket a vagonról, hogy csináljanak 20 fekvőtámaszt, hogy ne fagyjanak oda. És hát, tehát nagyon sok, és aztán meg is szökött, haza is jött, és csak segített ezeket az embereket, ezeket a szerencsétleneket. Nagyon sok embernek mentette meg az életét. Az Alfonso könyv után olvasok megint egy cikket, hogy a Rubik repülőket szombathelyen az Afit autó javítóba újítják fel. És ott derült ki, hogy a Rubik kockás Ernőnek van egy Rubik Ernő nevű édesapja, ő csinált ezt a repülőgépet. Na, mivel első dolga volt, zúgy lementem szombathelyre, kamera, tévé, ott volt egy repülőgép, és ott tudtam meg én is, hogy ez a Rubik bácsi, aki akkor már nem volt fiatal ember, a világ, és ez nagyon fontos, a világ 10 legnagyobb repülőgép tervezői között van. 32 repülőgépet tervezett. Motoros gépeket, vitorlázó repülőgépeket. Olyan vitorlázó repülőt tervezett, amit a második világháború használtak aztán a németek, de nálunk nem csinálták meg az ő terveit, amivel 30 hány ember tudtak húzni, hogy valahova úgy elvigyek, hogy a radar ne vegye észre a gépet, tudod? Tehát elhúztak egy darabig, és utána katonákkal letették a vitorlázó repülőt oda, ahol a radar nem vette észre őket. Tehát zseni volt a Rubik bácsi, nyilván, hogy fölkerestem. Pöstjénbe született, akkor az
a Szlovákiához tartozott, és amikor volt ez a világ átrendezés, akkor onnan a magyarokat kilapátolták. 3 évig éltek egy vagomba, hogy ilyen téglákon sütötték, főzték a kaját, gondold el, és ide-oda húzgálták a vagonokat, de nem fogadták be sehol őket. És olyan zseniális ember volt, hogy a legjobb tanuló volt az összes gyerek között. És így lépett lépésről lépésre, támogatták a tanulását, és egészen a Műszaki Egyetemig eljutott, és ott is kitüntetéssel végezte az évfolyamokat, és ott találkozott a magyar repülésnek az akkori időknek a legnagyobbjaival, akik ott építették a Műszaki Egyetemen a repülőket. És onnantól kezdve tulajdonképpen a magyar repülés történetének az alakja lett. Tehát a Mátyás földön, ahol az első magyar repülők próbálgatták, este keltek a repülővel, Kvassz András, meg ezek, akik a magyar repülés alapját rakták le, ott már a Rubik bácsi ott tevékenykedett. És ebből nőtte ő ki magát, hogy ugye árva gyerek volt, nem volt nekik pénzük, hogy összeraktak itt egy-két repülőgét, összeállt egy ilyen asztalos emberrel, és azt eladták azt a repülőt, és így lépésről lépésre lettek ugye tehetősebbek, megvették a következőhöz az anyagot, és utána Esztergomba alapítottak egy repülőgép gyárat. És abban a repülőgép gyárba a Rubik bácsi, vagy akkor még fiatal ember volt, építette több százas szériában magyar repülőket. Nem tud róla senki. Ma se. És ez a repülőtér most ugye a filmet, ha látjátok majd, nyugodtan menjetek el, Esztergom mellett ki van hatalmas nagy táblakai, vagy Rubik Ernő repülőtér. És az ő fia lett az, aki ezt a kockát felfedezte, hiszem, és a könyvből is kiderül, hogy ezt a fajta logikai gondolkodást, ami ugye a fiatal Rubiknak van, az öregtől fakad. Mert ő mondja, hogy mikor, hát a könyvben meg van írva, hogy mikor jártak le így a nyaralójukba, akkor a gyerek állandóan játszott ilyen nagyon logikus dolgokkal, ebben a tologatós kis játékokkal, és akkor egyszer mondta neki az apja, hogy figyelj, miért nem próbáld ezt meg 3 dimenzióba. Na, én szerintem ebből lett a kocka. És én azt gondolom, hogy ez is egy olyan könyv, ami most már 6 kiadásban megjelent, már kiadtam a saját pénzemen, német nyelven, angol nyelven, és 4 kiadás magyar, kicsit mindig átírva, újabb beleírva azokat ilyen híresebb embereket, akik mindenki Rubik gépen tanul repülni ma is. Tehát itt a házamtól 500 méterre van a budaörsi repülőtér. Minden nap látom a Góbét, úgy hívják ki Góbé, milyen érdekes, egy székely név, és ez a Góbé, ez a világ legjobb tanuló repülőgép, egy kétüléses vitorláza repülő, és még ma is repül itt a fejem fölött naponta. És erről az emberről, aki olyan híres magyar, akire annyira büszkék kéne legyünk, igazából nem tud senki semmit. De, mint ahogy az Alfonzóról, a YouTube-on egy mai világpolgár ráüt arra, hogy a Szárnyas Rubik, akkor fog találni egy filmet, amit én készítettem a Rubik Ernő bácsiról, ami az ő életéről, erről a zseniális életéről szól, hogy megint egy olyan dicsőség, ami nem az ővé, vagy az, hanem mindnyájunké. Az első magyar Forma 1-nek, ami itt Magyarországon megrendeztek, annak én voltam az egyik sajtófőnöke. A verseny fantasztikusan lezajlott Magyarországon, és ebből én mit csináltam? Írtam egy könyvet, az a címe, hogy Száguldó Hősök. Az összes akkori nagymenő, a Niki Laudától kezdve, mindenki, aki akkor
világi élvonalában volt Forma 1-es, és a magyar aszfaltnak pedig az jött ebből ki megint egy magyar siker, hogyha egy ilyen magyar cég van, aki ilyet meg tud csinálni, föl tudja építeni ezt a pályát, ő építette. És szépen mondtam az igazgatónak, hogy pályázunk meg valami jó külföldi munkát, mert biztos, hogy ez a cég megkapja, mert ilyen referenciája van. Mauritius szigetén utakat kellett építeni. Magad elképzeld, Mauritius szigetén utakat. Tehát én mindig a lehetetlen tűztem ki, és ezt mondtam neki az igazgatónak. Na figyeld, pályázatok meg, hát ha tudunk építeni egy Forma 1-es párt, miért ne tudnánk Mauritiuson utat építeni? És én nekem egyetlen feltételem volt, hogy figyelj, ha már ezt az ötletet adtam meg, hogy ez már sikerült, akkor én egyet kérek ennek fejébe, hogy én amíg ez az építkezés zajlik, addig én ott akarok lenni Mauritiuson. És én oda eljutottam arra a sziget, egy fantasztikus hotelbe, fantasztikus kényelembe, és lenyomtam 6 hónapot, amíg tartott az építkezés, és abból mi született megint egy könyv. Az a címe, hogy Mauritius a paradicsom. Az ott a következő könyv. A következő ilyen nagyon érdekes könyvem, ugye a Bodicek lett. Mert a Bodicekben szerettem volna elmondani, nem az életem volt a lényeges, hanem az én életem azért volt muszáj elmondani, hogy honnan indultam meg, hogy hova jutottam, hogy hiteles legyen azt, amit abban írok. Mert a Bodicekről mindenkinek az jutott az eszébe, én jégkorongozom voltam, a Bodicek az egy ütközés a jégkorongban, egy kifejezés, ezért mindenki azt hitte, hogy én a hokiról írok egy könyvet, de ez nem a hokiról szól. Én nagyon sok olyan embert is megszólaltattam, akik megint a magyaroknak nagyon nagy hírnevét vitték a világba, de nem tudunk róla, aki nem olvasta a könyvet. Például a Joe Bugner. A Joe Bugner az egy olyan boxoló, aki ugye többszörös világbajnok, pontosan abban súlya, mint a Muhammad Ali, sőt a Muhammad Alival boxolt is, ugye nem nyerte meg, kihozták a Muhammad Alit, de hát én azt a meccset láttam, a simán megnyerte, és a Joe Bugner, hogy azt tudjátok, hogy a Joe Bugner nem tudja, szerintem rajtam kívül sok ember, ott őt Bugner Józsefnek hívják, és 7 vagy nem tudom hány éves kisgyerek korában, 56-ban az anyukája, aki egyedül nevelte, el kellett menjenek Magyarországról. És kimentek Angliába, diszidáltak igazából, kimenekültek, és menekültként éltek Londonba. És annyira ügyes, annyira szuper kis gyerek volt ez, hogy ott lekerült ilyen boxklubba, és pillanatokon belül kiderült a tehetsége, és az angol színekben meg ugye megkapták az állampolgárságot, Joe Bugner néven egy világkarriert teljesített. Ő különben onnan is ismerhető, aki látta ezeket a Piedone filmeket, hogy a Peder Zoli, mert úgy hívják a Piedone-t, aki vízilabdás volt, akit szintén ismertem, mert itt ugye Magyarországon volt az első bemutatkozása, mint olasz válogatott vízilabdázó. A Peder Zoli filmjeibe ő játszott az egyik rossz embert mindig. Ilyen szőke, göndörhajú volt ez a Joe Bugner, tehát nagy filmes is lett, játszott vagy 10-12 filmbe. Meg van írva benne egy fantasztikus történet, egy magyar emberről, úgy hívják, hogy Schwarz Sándor. Futballista volt, a Debrecenben játszott profiként. A debreceni Bocskaiban, tehát egy nagyon nagy futballista volt. Zsidó volt a Schwarz Sándor bácsi, jött a zsidó törvény, mit csináltak vele csóróval? Ugye föltették a sárga csillagot a Debrecenbe, debreceni volt, bevitték ott, ugye elmesélte ezt a sztorit, bevitték az otthoni téglagyárba, onnan elvitték őket Auschwitzba. És volt egy tiszt, aki azt mondta, hogy imádta a fotballt, hogy a fotball milyen nemzetközi játék, és azt mondta, ki tud itt fotballozni, akar csinálni egy fotballcsapatot Auschwitzra. Annyira imádta a focit, és majd akkor azt találta ki, hogy a különböző táborok egymás ellen fognak fotballozni.
És akkor ezek ott facipőben minden ott próbálják. Mindenki persze, hogy jelentkezett. És akkor hát kellett dekázni egy facipővel, képzeld magad előtt. És akkor dekázgattak a labdát, persze hát kiderült percekben, hogy ki az, aki tud, ki az, aki nem. A Schwarz Sanyi bácsi, mivel profi fotballista volt, nem esett le, föltötte le a térdére, ott már nem volt facipő, és ott fejjel, vállal, ahogy kell egy fotballista, rögtön kiválasztották. És így megalapították a Auschwitz-i válogatottat, amiben játszottak. Nem csak ő, tehát aztán játszott Magyarországon más focista is, akiket aztán kiválogattak. És hát igazából a vesztes csapatok azok mentek a levesbe, meghaltak. Tehát itt valóban a menekülés volt a győzelemben. Tehát mint a római gladiátorok, tehát pont ott nem, hogy az orvosznak, aki életben maradt, az mehetett, aki nem, az ott hadd meg az arénában. Itt ugyanezt megcsinálták ebben a 20. században, gondold el. Ezt nekem így elmesélte. Na, a történet onnan érdekes, hogy igazából ezt most se tudja senki pontos, hogy ez mi az eleje és mi a vége, miből fakad, ugye elkészült egy magyar film. Erről a történetről, hogy ennek a Schwarz Sanyi bácsi mennyire volt a múzsája, azt én nem tudom, mert nem mesélt róla. De azt viszont elmesélte, hogy járt nála egy rendező, a Spielberg, akit tudjuk, ugye, hogy a űrfilmjeiben, tehát zseniális filmek, Debrecenben a lakásán, ezt ő mesélte a magnetofonomra. És ő elmesélte, tehát ezt a sztorit ugye kitudódhatott. Az amerikaiak ebből egy Joe Houston nevű rendezővel csináltak egy filmet, amit itt forgattak Budapesten, az MTK fotballpályán. Ezt a filmet itt forgatták Budapesten, a Sylvester Stallone játszott benne, aki ugye a box útjára nem kell bemutassa, a Pelli, és hát zseniális emberek, a Joe Houston nevű rendezte. Én persze, hogy oda mentem, csináltam róla egy riportot, a Sanyi bácsi volna, akkor már nagyon jóban voltam, tehát van egy csomó közös fényképünk. És akkor ugye, mivel én boxoló voltam, hát persze ott a Sly szeretett volna egy kicsit kesztyűzgetni, hát én sokszor lementem vele ott az MTK-ba, és ott esténként ott kesztyűzgettük, teljesen így abszolút szeparáltan, nem jött ebben senki. És akkor én úgy gondoltam, hogy megemlékszem ebbe a Bodicsekbe erről a történetre, és ez egy fantasztikus hosszú, így ahogy elmeséltem, leírtam ebbe a könyvbe. Az űrhajós, a Farkas Berci, az egyetlen magyar űrhajós, és Magyarországon nem írt róla senki. És akkor ugye próbáltam mondani neki, Berce, figyelj, én írnék róla egy könyvet, nincs egy magyar űrhajós, van a 100 világ összes űrhajós, de az 100-ban van benne, és nem írtak róla könyvet. De hogy neki erre nem adnak, az állam nem adott egy fillért se, a honvédelmi miniszternél jártunk, azt mondta, erre neki nincs pénzük. A saját pénzemből ezt a könyvet megírtuk, kiadtam, hát úgy folyt az utolsó példány. Hát ez is megint egy olyan könyv, amivel mi magyarságunkat tudjuk igazából a helyén kezelve dicsőíteni, hogy van egy ilyen magyar ember, egy egyszerű, egy szabolcsi ember, aki fennjárt az űrbe eddig egyetlen magyarként. Aztán, ami még, ha már könyveknél, azért ne hagyjuk ki, a Böjte Csabával, ugye, akivel én megismerkedtem közelebbről ezen a, ő is ott volt ezen az osztrák fantasztikus eseményen, mint meghívott, és ott én mondtam neki, hogy Csaba, hát fantasztikus, hogy itt 6000 gyereket nevez, de nincs sport, nem sportoltok. És azt mondta, hát mit kéne? Hát mondom, figyelj, boxolókat nevelj, ebből a rétegből jönnek a legjobb boxolók a szegények közül. És akkor azt mondta, hát főleg csináld meg. És akkor kimentem Dévára, és ebből született
tulajdonképpen a székely ökölvívás, tehát ott a dévai kolostorban, ilyen sem volt a világon, háromszor az éves kolostorban egy box tervet csináltunk. És így megírtam a Böjte Csabának ezt a hihetetlen történetét, megint csak elsőként, eddig utolsóként, mert senki nem írt volna, akiről megint nem csak azt kell tudni, hogy 6000 árvát nevet fel, ami egyedül a világon, hanem bányászként kezdte, hogy hadiárva volt, hogy a Ceausescu megülette az apját, mert ilyen költeményeket írtak, amiben esetleg nem tetszett annyira nekik Románia. Tehát egy fantasztikus sors, ő fedezte fel, ő találta ki a alpinizmust például Romániába. Tehát ők voltak az első emberek, ő meg a barátja, akik megmászták ezeket a mínusz 30 fokba ezeket a sziklákat. Érted? Tehát, ilyen, tehát fantasztikus könyvet írtam szerintem megint róla is, tudom. Tehát egyetlen élethoz van, amiről lehet tudni, ki is ez a Böjte Csaba, azt én írtam meg. Hogy írtam a Radványi Géza bácsiról egy könyvet, aki 35 évig szinte nem jöttett haza, mint a Puskás öcsi, mert a kommunisták egyszerűen rossz néven vették, hogy hogy ő valahol Európában lakapott volna ott a Velencei Fesztivál egy díjat, és ő nem jött akkor haza, hanem vitte magával a valahol Európában, és igazából eladta, és abból indított egy új karriert, egy fantasztikus életet. Ő is 32, véletlenül, mint a repülőgép a Rubik, de 32 filmet rendezett, amiről szintén nem tudtak itt. A Radványi Géza bácsi fedezte fel a Louis de Funès, a Belmondonak először adott szerepet, a Alain Delonnak, tehát hihetetlen, a Romy Schneider. Ezeket ő fedezte fel a filmnek, a Michel Simonnak ilyenekkel játszott. Tehát zseni, ő volt a neorealizmusnak a három zsenie közül az egyik. A film történelem fantasztikus alakja, hogy a Márainak az öccse, a Márai Sándornak, akiről ugye a világon tudjuk, hogy szinte az egyik legnagyobb író, aki ugye szintén emigrációban kellett lejje az életét, hogy annak az öccse a minden idők legzseniálisabb magyar filmese. Hát világos, hogy megírtam a könyvet, az a cím, hogy utána valahol Európában ez is megjelent most már háromszor egymás után. Pillanatilag ugye megírtam az utána legendákkal, Paplacival és Puskás öcsivel, illetve Puskás és Paplacival. Hát ez egy annyira fantasztikus könyv szerintem a története meg a szereplői miatt. 14 éves koromtól ismertem a Puskást, és az élete végéig, amikor már televíziós lettem, amikor már saját műsoraim voltak, saját televízió, az ő élete végéig nálam mindig ott szerepelt. Annyira, mint egy vérből valók vagyunk vele, tudod, és a Paplacivel együtt töltöttük napjainkat fönn a edzőtáborba, az élet más területén, tehát borzasztó jó barátságban voltunk, és hát én azt gondolom, hogy azt tud igazából visszaadni egy ilyen életet, aki ebben is él, meg nagyjából ugyanez az ő életfazonja, életstílusa. Tehát itt, amit látjátok, itt sok kis fiatal gyerek jár, akik a nevelésük részeként értékelik a szüleik is, hogy egy kicsit harcossá neveljük őket, és boxolnak, persze, kesztyűt húzunk, amikor boxolunk, de nem egy box metódika a lényege, hanem a világban való harcosságnak a megtanulása, ami nem csak ököl, hanem elsősorban a fejben és lélekben szorítkozik arra, hogy szükség legyen ezekre is az embernek.
Ezeket próbál mit tanítani. Tehát én minden egyes bajnok jelöltnek, aki ugye nyilván mindenki szeretne valami nagyon nagy bajnok lenni, de az, szerintem az élet az önmagában egy fantasztikus nagy 16 kötél által bekerített harctér, olyan, mint a ring. Csak itt nem két ember áll egymással szemben, hanem ott vagyok én, és ott van a világ kihívásai a másik sorokban. Én arra is próbálok felkészíteni itt embereket, gyerekeket, és ezért mindenki megkapja ennek a Hemingway Fighter Artnak úgy hívunkat, a szellemiségi, filozófiai kritériumát. Úgyhogy igazából sok olyan tapasztalatom van, amit szeretek átadni ezeknek a gyerekeknek, akik ezáltal ezt komolyan veszik és végigcsinálják ezt a, ezeket a gyakorlatokat, meg meghallgatják, amiket mondok, akkor sikeresebb életet fognak élni, becsületesebbek lesznek, harcosabbak, kevésbé lesznek sérülékenyek, a betegségre hajlamosak. Tehát igazából egy jobb immunrendszerű, egy jobb lélekkel és egy jobb szellemmel megáldott. Tehát testben, lélekben és szellemben egy magasabb rendű embert gondolok, akire ma szükség van a világban. Ebbe próbálok segíteni azoknak, akik engem megkerestek, vagy meghallgattak, vagy megnéznek.